A szentannai sok számos témáról írtak, volt irodalmi vonatkozása is a dolgoknak, volt, aki Kányádi Sándor költészetéről írt, volt, aki a II. Világháborúról, a szibériai visszaemlékezésekről, a fogolytáborról, illetve voltak olyan diákok, akik verssel is pályáztak, személyes költeményt írtak a műben. Tudtuk meg felkészítőjüktől, aki személyre szabottan segítette diákjait. De segíteni egyébként az irodalmi vonatkozásban, tehát például aki a Kányádi Sándor költészetéről írt, vagy a II. Világháborúról, akkor tudtam nekik szakirodalmat ajánlani, hogy mit böngézzenek, milyen könyveket nézzenek meg, akár könyvtárban, akár az interneten, és akkor tehát bele tudtak merülni a témába a diákjaink, de mint ahogy mondtam, hát nagyon szép sikereket értek el. A díjazottaink közül a 9. B-ből Szincsák Alpár volt különdíjas helyzet, a 12. B osztályból Kormos Bence különdíjas helyezést ért el, illetve voltak felnőtt kategóriáink is, akik már nem ide járnak, de felnőtt kategóriában pályázhattak. Kovács Lőrinc, aki a felnőtt kategóriában egy versével első helyezést szerzett, Kovács Dávid, aki szintén egy verspályázatot adott be, 2. helyezést ért el, illetve szintén felnőtt kategóriában volt tanítványunk, Juhász József ért el különdíjas helyezést. A vers igazából a magyarság szeretetről, meg a anyanyelv iránti hűségről szólt, például a Múlt lángjai című költemény, vagy a magyarság szeretetéről szólt, a másik híres vers a Vérem, testvérem, népem. A most idejáró diákok között több tehetség is van. Amikor ilyenre talál a pedagógus, próbál neki segíteni, hogy még sikeresebb legyen. Bencébe egyébként a véletlen műve volt, mert jó pár évvel ezelőtt volt szintén egy történelmi verseny, amely versenyt egy különdíjas helyezést ért el, és utána annyira megszerette ezt a témát, meg a siker annyira jó volt neki, örült neki, hogy kedvet kapott kutatni. A történelmiségként gépészként érdekli, úgyhogy látszik rajta, hogy például a parlamenti ifjúsági napon is szép eredményeket ért el. Tavaly is voltak ilyen sikeres pályázatok, a Magyar Kultúra Napján kiemelt első díjast ért el. Most külön díjas lett, de is nagyon szép eredmény. Van egy-két diák, aki számítólag szintén látszik, az eredményükön is tükröződik, hogy érdekli őket a történelem, tehát függetlenül, hogy gépész valaki, vagy más szakirányon tanul, tehát szoktam nekik ajánlani tehát szakirodalmat, illetve én a pályamunkákat én is át szoktam nézni, és ha úgy jónak tartom, akkor elküldöm, és akkor próbálunk sikeresen pályázni. A díjazottak közül Szűcs Rolanddal beszélgettünk arról, hogyan is állt össze a pályázata. Dolgozati írása során is megismertem sok különböző tényezőt. Ugye én a II. Világháborúról írtam, és eléggé sok dolgot megtudtam róla, amit még eddig nem. Akkor számodra ez a pályázat egyrészt egy ilyen hasznos kutatómunka is volt? Hát igen, igen, igen. És amikor megírtad a pályázatodat, tanár úr megnézte, mit mondott? Hát elégedett volt vele, ugye tavaly tanított, most idén nem, és akkor így meg is volt nagyon elégedve. A diátadon tudtátok már, hogy mit fogtok kapni, vagy meglepetés volt? Hát igazából meglepetésként ért minket. Kaptunk egy ilyen honismereti tábort Bonyhádra, még két társammal együtt, és nagyon örültünk neki, mert teljesen meglepetésként ért minket. És a II. Világháború mellett melyik az a témakör, ami még ugye a születhez most közel áll? Hát ugye a középkorról is így inkább, most ugye arról tanulunk történelmen, és ugye az is közel áll a szívemhez. Roland már a versírással is megpróbálkozott. Ott humoros költőként nevezték el, azóta igazából nem nagyon kísérletezett vele, inkább kutatói pályázatokat ír. A sótakozatban írtam egy verset, igazából ott meg lettem dicsérve, ott ilyen humoros költőként neveztek el, azóta igazából nem nagyon kísérleteztem vele. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen pályázat megírása, akkor ezek szerint neked jobban megy, amikor mellé ülsz. Könyveket nézel inkább, vagy neten, tehát ez az igazi papíralapú kutató, vagy inkább már neten nézel mindent? Hát inkább az interneten érdeklődök utána mindennek, és ott olvasok utána. Bence is rutinos versenyző már, most egy régebbi pályázattal rukkolt elő. Most, amint tanár úr is említette, én egy régebbi pályázattal rukkoltam elő, aminek témája ugye a szibériai fogolytábor volt. Ennek fő forrás ugye nekem dédapám kikerült Szibériába, és ennek az egyik levelét, illetve interneten is utána néztem bővebben ennek a szibériai fogolytábornak, és erről szólt. És egyébként a családban erről beszélgettetek sokat, tehát te mondjuk, hogy tudtad meg, ismerted még a papádat?
Hát dédapám az 2006-ban halt meg, én 2004-ben születtem, úgyhogy emlékem nincsen róla. Mindig anyukám említett fel néha-néha, de így a családban nem nagyon beszéltünk erről. De most azt gondolom, hogy büszke lenne rá, hogy ezt megérted az ő élettörténetét, hiszen így fönt maradt a családon belül is. Elolvastad otthon a szüleidnek a pályázatot? Hát elolvastam, sőt ők is nézték velem együtt, segítettek ugye a kutatásba is, úgyhogy igen. Ez a levél akkor nagybecsben van nálatok? Igen. És hát gondolom, hogy majd te is tovább fogod adni, ez biztos, hogy megy a családban tovább majd. Hát igen, szeretném én is továbbadni. Ez egyébként, amikor a díjátadó volt, mire számítottál? Hát őszintén megmondva, nem számítottam semmire. Egyszer csak jött az e-mail, meg is lepődtem, nagyon örültem neki, és külön díjas helyezésnek is nagyon örültem. Most büszke lenne rá, hogy megírta az élettörténetét unokája, mely így fennmaradt a családon belül is. A levél nagy becsben van a családban, Bence is szeretné majd továbbadni.